Az első igazi futballedzést végzők a szabályok enyhítése után a szekszárdi Műfüvesen. Kis területen, megkötésekkel, pontos gyors passzokat gyakorolják a szemmel láthatóan különböző korosztályokat képviselő srácok. Az irányítást vezénylő régi ismerősünk Fejér Attila, a szekszárdi UFC korábbi játékosa elnöke, aki a látszat ellenére nem tért vissza a klubhoz, hanem új feladat körének gyakorlása során tűnt fel idehaza. Hivatalos engedéllyel rendelkező UEFA licences játékos ügynökként vesz részt a futballban, játékos pályafutása végén az élvonalbeli videotonnál is lehetőséget kapott, Szekszárdhoz ma is kötődő sportember. Pártfogoltjai gyűjtötte össze Soprontól Budapesten és Szekszárdon át egészen Pécsig, akiknek a játékos pályafutását szervezetten, jogilag alátámasztottan egyengeti. És ebben a munkában neves, válogatott játékos, hosszú éveken át külföldön szereplő testvére Fejér Csaba is részt vesz. A fiúktól nagy megtiszteltetés, hogy részt vesznek ezeken a foglalkozásokon. Természetesen ez abszolút nem kötelező, ők a saját költségeikkel és a saját szabadidejüket töltik ezzel, de az a szenvedély, amit említettem neked, az ebből látszik meg igazán. Régen ez a grundokon nem volt kérdés, megtaláltuk a nagykaput, megtaláltuk azokat a szabad részeket, a parkokban, ahol focizni tudtunk, ma egy kicsit szervezettebb körülmények között próbáljuk ugyanezt csinálni. Ugyanakkor a feladatból adódóan ez egy kiváló lehetőség arra, hogy lássuk, hogy kinek mik a hátrányai, amit majd el kell takarni, és mik azok az erények, amit szeretnénk megmutatni. Fejér Attila játékos ügynök ezt a plusz munkát a gyerekek klubjának edzőivel maximálisan leegyeztetve végzi. A közös cél minél magasabb osztályban szereplő játékossá váljanak ezek a gyerekek. A reális képet adva a szülőknek, akik sokszor rózsaszín álmokat kergetnek, csemetéjük játékos pályafutásával kapcsolatosan. Ez nálam úgy működik, hogy maximálisan a klubokkal együtt kell működjünk ebbe a dologba. Ez az ügynök szó, ez Magyarországon nekem nem is tetszik, nem is szeretem ezt használni. A pénzhajhász sokszor engedélyekkel sem rendelkező kóklerek sok esetben rontották ebbéli szakma nimbuszát idehaza. Gazdasági életben vannak a kócsok, akik egy cégvezetőt segítenek, ugyanígy próbáljuk mi is egy játékoson keresztül az adott klubokat segíteni és profitot hozni ki a helyzetből. Itt aztán sok minden van, van a csúcsformában lévő játékosnak a menedzselésével kapcsolatos kérdés, az egészen leépült gyenge formában, sérülés előtti vagy sérülés utáni állapotból visszatérő játékosra rengeteg feladat van. Az, hogy én tudok személyesen foglalkozni a gyerekekkel, ezt a válság hozta. Egyébként a munka az úgy néz ki, hogy a környékbeli kiváló szakembereket a futball kapcsolatainkból keressük arra, hogy segítsenek meg. A gyerekek nagyon örültek már ennek a gyakorlásnak, a plusz munkának ennyi szünet után, amire fogékonyak lesznek normál időszakban is, ha az őket menedzselő iroda tagjai hajlandóságot éreznek ilyen és ehhez hasonlatos, egyébként közösségépítő plusz edzésekre. A harmadik generációs futballcsalád vagyunk, és most már ugye a Csabi kisfia a negyedik generáció. Ezek a kapcsolatok, ezek a percek vagy pillanatok, ezek nem múlhatnak el nyomtalanul. Szeretnénk visszaadni abból, amit mi kaptunk a futballból. Az elsődleges cél az az, hogy a magyar futballt hogy tudjuk jobbá tenni. A hazai meghatározó élvonalbeli klubok szinte mindegyikével kapcsolatban állnak Fejérék. A külföldi kapcsolati tőke is megvan, tekintettel arra, hogy testvére Fejér Csaba hosszú éveken át a holland első osztályban játszott. Egyébként Péter Attila, az MB3-as Szekszárd jelenlegi csatára jó néhány évvel ezelőtt az ő közvetítésükkel került Hollandiába. Sajnos nem tudtunk ezen a szinten belenyúlni már az ő munkájába, és a Tóni ezért nem futotta be egyelőre azt a pályafutást, ami neki járt volna. Mi azt gondoljuk, hogy egy kicsit több türelem kell ahhoz, hogy egy játékost megmérethessünk külföldön. Ez a rendszer, amiben ők most nevelkednek és részt vesznek, ez nem pont előkészíti azt az időszakot, ami kint egy rendkívül nagy nyomás alatt egy idegen közegbe érkezik, akár családi, akár magánéleti, akár sportszakmai vonalról. Erre próbáljuk egy kicsit előkészíteni a helyzetet. Fejérék pártfogoltjai elsősorban a dunántúli kluboknál készülnek. Van közöttük már utánpótlás válogatott játékos, és van 13 éves is. Tolnát és Baranyát három focista képviseli, ketten Szekszárdról, egy játékos pedig Pécsről, egész pontosan a PMFC-ből tagja ennek a különítménynek. Nyilván itt a szülők, akik már eljutnak egy ilyen szintre, hogy segítséget kérnek, és nem saját kútfőből próbálnak egy karriert menedzselni, ott azért már látják azt, hogy mi az a tét, és mik azok a lehetőségek, amik a magyar futballban vannak. Fejér Attila kérdésünkre kifejtette, szeretnének úgy dolgozni,
hogy hírük javítsák ezen szakma jelenlegi morális és szakmai megítélését.